Csak nem 100 babakocsis anya és kerekesszékes tesztelte Új-Budán a forgalmas utcákat és átkelőket. A résztvevők a 3 kilométeres túra alatt térképen jelölték be a legforgalmasabb helyeket. Kérdőívet is kitöltöttek. Ez alapján azt szűrték le a szervezők, hogy a kerületben a legtöbb helyen a járdák megfelelnek a biztonság és az akadálymentesség követelményeinek. Rengeteg babakocsi parkol az Új-Budai önkormányzat udvarán. Arra várnak, hogy anyák és babák elinduljanak a kerületben egy nagy közös sétára. Az alig egy hónapos kis Elza nem igazán kedveli még a babakocsit, de az anyukája igyekszik szoktatni a jó levegőhöz. Szerinte Budapesten nem árt az óvatosság. Hát én a zöld ellenére is körbe szoktam nézni azért. Biztos, ami biztos, még egyszer. Két gyerek lép le a zebrára, a szürke autó kis hián elüti őket. A felvétel még májusban készült Kecskeméten. A sofőrt a rendőrök 30 000 forintra bírságolták, és csak nem fél évre vették el a jogosítványát. Sajnos nem lehetünk ott minden zebránál. Ezt mondja egy rendőr abban a kampányvideóban, amit azért készítettek, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre. A rendőr sorfal áll fel a zebra előtt, úgy védik az anyát és gyermekét, hogy biztonságosan áthaladhasson. Ezt a célt szolgálta az a látványos babakocsis séta is, amit Új-Budán tartottak. Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja elnöke is csatlakozott az akcióhoz. Ugye két kislányom elkísért, akik már kinőttek a babakocsis korszakból, de itt van velünk a kis unoka öcsém, aki 15 hónapos, az anyukájával, a hugommal érkezett, és amikor csak lehet, akkor együtt el szoktunk menni az ilyen különböző családi programokra. Egy átkelő, egy aluljáró, és hogyha szükséges, akkor az önkormányzat milyen fejlesztéseket valósítson meg a közeljövőben. A szervező önkormányzat alpolgármestere elmondta, a séták célja az, hogy kiderüljön, hol van szükség fejlesztésekre a kerületben, hogy a babakocsikkal akadálymentesen és biztonságosan lehessen közlekedni.